Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás május hónapra a Kos jegyében születetteknél. Először mondok valamit, ami az asztrológiát illeti. Itt a Kos jegyében mozog jelenleg Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó. Itt marad több mint másfél évig a Kos jegyében. Itt vannak most kármikus témák, lesz egy új irány, változások, egy életterület, ahol mi még nem ismerjük ki magunkat. Itt mozog Uránusz bolygó, szintén a Kos jegyében, az indiai számítás szerint. Itt lesznek változások, meglepetések. Május elején még itt van a nap, utal a havi témára, ez lehet egy új kezdet. Neptun bolygó, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó a szomszédos jegyben van, a halak jegyében. Ez jó hatással van ránk, Kos jegyben születetteknél, hiszen én is a Kos jegyében születtem. Ez kihat a szerelemre, itt megvannak az álmok, a vágyak, Jupiter bolygó hozhat szerencsét, vagy egy előnyös helyzet egy bírósági ügynél. Merkur bolygó szintén a szomszédos jegyben van, a bika jegyében. Itt beszélgetésekről van szó, megvan a közelség, a bizalom, itt lehetnek anyagi témák is, hiszen a bika jegye szimbolizálja ezt. Ugyanúgy, mint Ráhu, hiszen mondtam, hogy Ráhu most nálunk a Kos jegyében születetteknél van, és Ráhu szimbolizálja az anyagi dolgokat is. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében van, ez is jó hatással van ránk, hiszen a vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik, és a Kos jegye a tűz eleméhez tartozik, és a levegő eleme és a tűz eleme barátságban áll egymással. Mars bolygó kihat az élet erőnkre, vagy lehet egy férfi, aki segít nekünk, és Szaturnusz bolygó befolyásolja a sorsunkat, a sors utat, most jó hatással van ránk. Mielőtt elkezdeném a kártyákat elmagyarázni, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ezt a havi jóslást megrendelhetitek nálam. A díjam 3500 forint. És mit közölnek a képek? Itt az első képen ez a kutya látható. Természetesen utalhat háziállatokra is, kutyára vagy cicára, de jelenti a hűséget. Mi marad meg hűségesen nálunk? Itt látható ezen a kártyán a horgony, ez lehet a biztonság érzete, vagy a munka, a hivatás. Ami még hűségesen megmarad, azt a halak mutatják, és azok utalnak pénzügyi dolgokra. Sőt, a hold azt is jelentheti, hogy pénzt kapunk, tehát pénz jön a házhoz. Itt középen látható ez a felhő. Valami még átláthatatlan. Az lehet ez a könyv, tehát nem tudjuk, hogy milyen irányba kellene még valamit tanulnunk, de azt is jelentheti, hogy valaki titokzatos a háttérben, és emiatt még minden olyan átláthatatlan. Amit a felhő még jelent, az időt, fél évet. Ha visszagondolunk arra, mit, hogyan éltünk át fél évvel ezelőtt, az lehet, hogy akkor felfedezzük azt, hogy valaki hamis volt, becsapott bennünket, vagy hazudozott,
és itt ez az ostor jelenti azt, ez nagyon fájt fél évvel ezelőtt, de most javul a helyzet, hiszen itt a gólyák utalnak a változásokra, a nap jelenti a valóságot, a sikereket, a kisugárzást, itt van a szerencse, és a park az jelentheti a természetet, de azt is, hogy mások felfigyelnek ránk, megkapjuk az elismerést, és itt látható ez a mozgás, előre mennek az események. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ha egy férfi vagy, akkor itt. A fej fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Tehát a hölgyek esetében itt megjelennek az egerek. Az egereknél azt szoktuk mondani, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, tehát akkor az már nincs ott, eltávolítanak bizonyos kártyákat. Itt az egerek összefüggésben állnak az ostorral és a horgonnyal. Az lehet, hogy valaki megbántott a munkahelyeden, és ez most elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják. És utána megjelenik itt a mozgás, előre mennek az események, és itt látható a hűség is. A kutya szimbolizálja a barátokat, vagy a hűséget. A hűségnél nem csak a szerelemről van szó, hanem mindarról, amit szeretnél megtartani, ami hűségesen ott marad melletted. Itt a hivatásról és pénzügyi dolgokról van szó. A képen látható, hogy ez a hölgy elfordul. Ez jelenti a hangulatot, hogy jelenleg vagy május végén minden olyan soknak tűnik, eltekintesz az események felől. És, ami még fontos, itt megjelenik ez a férfi. Ez utal a férfiakra, vagy a lelki társadra. Az ő feje fölött itt vannak az utak. Az azt jelenti, hogy ő döntéseket fog hozni, vagy elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt van mellette a kulcs, az jelenti azt, hogy nagyon magabiztos. De kicsit zárkózott jelenti ez a könyv. Amit a kulcs még jelent, ezzel kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, ami utal változásokra. Itt a háttérben van ez a torony, ez jelenthet bírósági ügyet, hivatalos dolgokat, itt ez a levél lehet egy hír, vagy bizonyos szerződések. Ez a férfi ebbe az irányba tekint. Előtte ott van a ház, ami utal az otthonára, vagy egy közös otthonra. Itt van a szerencse, és ez a fa azt jelenti, hogy itt le tud most gyökerezni. Ez a levél lehet egy szerződés is. És a gólyák jelentik a változásokat, ez a hajó a reményeket, vagy külföldi kapcsolatokat, külföldi ingatlant, és itt a virágcsokor egy kellemes meglepetést, vagy azt, hogy megszépítünk valamit az otthonunkban, vagy a környezetünkben. Itt látható az életerő, és a kereszt vele áll összefüggésben, ez jelentett vallási témákat, vagy egy spirituális területet, de döntéseket is, hiszen itt van az életút, mi most elérkezünk ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozunk azon, hogyan tovább, milyen irányba. De azt is jelentheti, hogy a sors utak itt kereszteződnek, és ez a jeges medve utal az élet erőre. Lesznek változások, megújulások, a kígyó jelenti a gyógyító erőt, de a transformációt is. Itt mellette megjelenik a koporsó,
és mivel a kígyó lehet egy nő is, akkor arra utal, ez egy idősebb hölgy, de jelentheti azt is, hogy ez a kapcsolat lezárul, befejeződik, hiszen ez a koporsó le tud zárni valamit, és a gólyák jelentik akkora változásokat. Ez a hegy lehet hegyvidék is, de szimbolizálja a gondokat, a problémákat, és ez a sarló segít abban, hogy ezt lezárja, hiszen elvágja ezt a hegyet, a koporsó szintén segít, mert lezárulnak ezek a témák, ezek a problémák és nehézségek. Ez a kígyó lehet egy hölgy a múltból, és akkor ez a gyűrű azt jelenti, hogy visszatér hozzád, van újra kapcsolat. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét május hónapban itt látható. A munka, hivatás, az anyagiak állnak a középpontban. Azon kívül ez a kutya, ami utalhat a baráti körre is, kihat az érzelmekre. Pénz jön a házhoz. Valami itt még átláthatatlan, az lehet egy továbbképzés, ahol döntéseket kell hozni, itt vannak az utak, hiszen itt kinyílik egy új ajtó. És ez a torony lehet egy iskola is, de azt is jelentheti, hogy május elején vannak itt még korlátozások. Második hét május hónapban itt látható. Számára fontos az otthon vagy egy ingatlan. Itt van a szerencse, ez a fa azt jelenti, itt ő le tud gyökerezni. De a fa jelent egészségügyi témákat is. A múltban volt itt hamisság, beszélgetések, valaki becsapta őt, vagy hazudozott neki. Itt vannak még fájdalmas emlékek, de ez lezárul, és akkor így előre mennek az események. Ez a kártya jelenthet sportot, vagy autót is, és az is lehet, hogy itt valaki megpróbálja őt becsapni. Harmadik hét május hónapban itt látható, az egerek segítenek eltávolítani bizonyos dolgokat, tehát lezárják ezt a kártyát, ahol ez az ostor látható és jelent fájdalmas emlékeket. Itt van a napsugár, a szerencse, a nyilvánosság, változnak a dolgok, itt a remény, lesz egy kellemes meglepetés, itt van az életerő és a sors utak. Utolsó hét május hónapban itt látható. Mi, hölgyek, eltekintünk a dolgok felől, holott ott van mögöttünk ez a virág, jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot, és itt van ez a szív, ez utal a szerelemre, vagy jelenteti a gyermekeket is. Itt változnak az események és a problémák, nehézségek, különösen ami a téli hónapokban volt, az most lezárul. A kasza segít ebben eltávolítani ezeket a dolgokat, és a gyűrű jelenti azt, hogy új kapcsolatok lesznek, vagy valami, vagy valaki visszatér hozzánk, ez lehet egy idősebb hölgy is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!